Március második napján a Karacs-Ferenc kollégium előtt várakozott egy nagy csoportnyi fiatal, akik hamarosan útnak is indultak, szemmel láthatóan határozott céllal rótták útjukat, csendesen vonultak a Bajcsi utcán, s 4 órakor meg is érkeztek a művelődési központ szabadtéri színpadához. Hogy mire készültek, arra hamarosan visszatérünk, előbb ejtsünk néhány szót arról a programról, melynek segítségével ezek a diákok középiskolai tanulmányaikat végzik. Az Arany János program, az Arany János tehetséggondozó programmal indult 2000-es évek elején, és utána kapcsolódott be még 2 ága, az Arany János kollégiumi program és az Arany János szakiskolai program. Kollégiumi szakiskolai program, és mi az Arany János kollégiumi program részében veszünk részt 2010-11-es tanévtől. Ugye Arany János tehetséggondozó programmal indult ez az egész, és Arany János élete kapcsolódik ahhoz, hogy ő nagyon szegény sorból küzdötte fel magát, viszont nagyon-nagyon tehetséges volt, ez már nagyon hamar kiderült, hogy kortársait messze megelőzte mindenféle téren. És ezért kapcsolódhatott bele annak idején a tehetséggondozó program, és utána kapcsolódott bele a másik 2 is. A programban résztvevő tanulók 5 éves érettségit adó képzésben vesznek részt, és ez idő alatt kötelező kollégiumban lakniuk. Bekerülni egy pályázat keretében lehet, ennek egyik feltétele a hátrányos családi helyzet. Van egy pályázati felhívás, minden évben megjelenik, és ezután van egy pályázati leadási határidő, amit megelőz egy toborzás, amit egy nagyon-nagyon komoly toborzás megelőz, elmegyünk a különböző településekre, akár az országhatárig, vagy más megyékbe is, hogy megismerjék az arra érdemes gyerekek a programot, és ezután pedig egy felvételit, egy úgymond felvételit hozunk itt létre a kollégiumban, ami nem tantárgy jellegű, hanem elbeszélgetünk a gyerekekkel a benyomásokra alapozva, mert ugye ez nem olyan nagy idő, nem lehet mindent megismerni. A gyerekről az osztályfőnök véleményét kikérve, a jegyeit megnézve, és hogy hogyan viselkedik a többiekkel, mert különböző játékos dolgokat csinálunk ott velük, az alapján állítunk egy rangsort. A városunkban működő program 26 főt támogat évente. A Püspökladányi kollégiumban jelenleg 110 fiatal él ennek köszönhetően. Én Bagamérből jelentkeztem, kicsit túl messze ide Püspökladányhoz, és azért jelentkeztem, már úgy láttam, hogy nagyon sok olyan diák jár ide, aki építi a tehetségét, karriert, és én is szerettem volna egyike lenni ennek a programnak, és nagyon büszke vagyok rá, hogy én is ide járhatok. Tapasztalom is, hogy mi mindent lehet itt megtanulni, és nagyon is odafigyelnek, hogy minden jobb és jobb legyen. Én ezt megelőzően hosszú évekig más munkahelyen dolgoztam, és a főiskolai évek alatt többször voltam a kollégiumban gyakorlaton. A záróvizsgámnak is ez az intézmény volt a színhelye, és én akkor tudtam, hogy én itt szeretnék dolgozni. Nagyon-nagyon kedvesen fogadtak a gyerekek, nagyon-nagyon jól éreztem magam, természetesen a kollégáim is. És aztán beteljesült az álom, és a lehetőségem nyílt rá, hogy dolgozója legyek ennek az intézménynek, és nagyon-nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy most vagyok a helyemen. Az Arany János kollégiumi programba nem csak más városokból kerülhetnek be tanulók, helyi diákok is részt vehetnek benne. A cél, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő családok gyermekei is lehetőséget kapjanak az érettségi megszerzésére, s az 5 év alatt ez ne rójon további terheket az otthon maradottakra. Ingyen kapnak korrepetálást a gyerekek, megteremtjük azokat a feltételeket a tanuláshoz, a nyugodt feltételeket, ami kell, hogy hatékony legyen a tanulás. Ugye azt mondtam, hogy korrepetálás minden tantárból, minden évfolyamon, ha kell, mondjuk matematikából, és ugye a szociális, az pedig ösztöndíjrendszerünk van, egy nagyon jól kifort ösztöndíjrendszerünk, azon felül pedig minden ingyenes, 5-szöri étkezés, ugye a kollégium ellátás az egész országban ingyenes, a szállás, de az étkezés 5-szöri, az is ingyenes, és az utazás, a település és a kollégium között egy bérlet formájában, kirándulásra, rendezvényekre visszük a gyerekeket. Szerintem nagyon kedvesek a nevelőtanárok, szívüket, lelküket kiteszik értünk. Én is nagyon szeretem őket, és odafigyelnek, hogy minden rendben legyen,
hogy nehogy olyan történjen, ami nem szabad, és nagyon jól, jó kapcsolatot ápolunk. A kollégiumi nevelőtanárok nagyon kedvesek, segítőkészek. Ez a pedagógiai munka más, mint ami az iskolában zajlik, csak olyan szempontból összehasonlítva, hogy amikor a gyerek visszaérkezik az iskolából, akkor egész másnap reggelig velünk van. És mivel a programnak van olyan része, amikor fesztiválokra megyünk, versenyekre megyünk, van program hétvégénk, akkor még hétvégén is velünk vannak, és akkor még azon a 2-3 napon is együtt vagyunk, hozzánk nőnek. Egy kicsit a mieink. Nagyon-nagyon felelősségteljes munka, hiszen a szülő, amikor elengedi hozzánk a gyermekét, van, amikor az egy szem gyermekét, és ezt sok szülő nagyon nehezen teszi meg, mert félti a gyermeket, akkor bizony a mi felelősségünk egész héten, hogy nekik ne történjen semmi bajuk, és a lehető legjobban érezzék nálunk magukat. Nagyon érzékenyítve kell lenni a tanároknak, a pedagógusoknak erre a programra, mert ezekkel a gyerekekkel, főleg az első év, az előkészítő év, az a szocializáció éve, de aztán utána ráébredtünk évek hosszú sora után, hogy az 5 év arról szól végül is, nagyban a szocializációról, nem csak a tanulásról, mert ugye itt azért meg kell szokni a gyerekeknek azt, hogy van egy tanulási rend, van napi rend. Bucsáról érkeztem, és azért jöttem ebbe a programba, mert hogy ugyebár közelebb van az iskolához, mert ide szerettem volna járni, és hát úgymond egyben segít, az anyagi helyzetem se valami nagyon rózsás, és segít abban, hogy például megszerezzem hivatalosan az érettségit, normálisan, akkor a tanulmányokban segít, mert például rengeteget segítenek a tanárok, hogyha oda megyünk hozzájuk, például a gyanyaggal kapcsolatban, vagy éppenséggel más bajokkal, otthoni problémákkal, vagy pluszán iskolaival. Érettség után sokszor megkérdezték talán, hogy milyen szakmát szeretnék. Hát eddig úgy néz ki, hogy teológiára szeretnék tovább menni Debrecenben, vagy jogegyetem, de ez még nem biztos, de inkább a teológiát szeretném. Akkor elég jó tanuló vagy. Igen, nagyon szerencsére, nagyon sokat küzdök is érte, de vannak elvárások. A magam nevében, de azt hiszem, hogy beszélhetek a kollégáim nevében is egész nyugodtan, hogy az a nagyon sok hála, szeretet, amit kapunk tőlük, az, ahogyan megtisztelnek a bizalmukkal, mindenféle ügyes-bajos dolgaikról tudunk, elmondják örömeiket, bánataikat, és ez nagyon-nagyon jó érzés. És talán ez a legtöbb, amit mi a munkánkért elismerésül kaphatunk. Tisztelegve születésének 200. évfordulójára az Országgyűlés a 2017-es évet Arany János emlékévé nyilvánította. Ezért az Arany János kollégiumi programban résztvevő diákszállók országosan egy időben szerveztek az író-költőhöz méltó flashmobot, azaz villámcsődületet. Püspökladányban egy közös verseléssel készültek a kollégisták, melyet a szabadtéri színpadon adtak elő. Sipos Imre helyettes államtitkár úr felhívására az ország többi áj és intézményével együtt egy flashmob eseményen vettünk részt, amelyen felhívjuk a figyelmet Arany János születésének 200. évfordulójára, munkásságára, életére. Kitaláltuk közösen, hogy mit szeretnénk csinálni. Nagyon lelkesen készítették a molinót, tanultuk a verset, és nagyon vártuk ezt a napot, és amivel lezártuk végül is a versmondás után ezt az egész dolgot, hogy nagyon büszkék vagyunk rá. Mi pedagógusok is, és úgy érzem a gyerekek is. Arany János, epilógus. Az életet már megjártam, többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony, legfőlebb a omnibuszon. Láttam sok kevés fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot. S egy a lelkem, soha meg se irigyeltem. Nem törődtem,
Bennülővel, Hegyke úrral, Cifra nővel. Hogy áll óra az út szélén paktatóra? Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevársárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. Hiszen az útfélen egy kis virág nekem jutott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet én megjártam, nem azt adottam, amit vártam. Néha többet, kérve kelve. Add a címét, bár nem kértem, s több a hír, mint az érdem. Nagyra vágyba vételt volna keblen vágyom. Kik hiúnak és kevénynek tudom, boldognak is félnek. És boldogságot rétség nélkül kilátni. Vár a titkos métej, fölemészt az örök kétel. S a pályám, és pályám vére égető, de szuszvére. Mi te mérdek munka várt még, mi kevés, amit beváltunk. Félbe, szerbe, s hány reményem hagyott cserbe. Az életet már megjártam, mi szívembe vágyva zártam. Azt nem hozta, attól maga csak meghozta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat. Kértem kérve, s ő halasztá évről évre. Csendes fészket, zöld lomb ányám, hová múzsám, elárvárnám. Mely sajátom, benne én és kis családom. Munkás védelm öregséget, holmit kezdtem, abban véget. S ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, volt csak.